6 sérültje van a csütörtök esti horgosi lövöldözésnek, erősítette meg a szerb rendőrség. Az ezt követő nagyszabású akcióban pedig több mint 1000 migráns szállítottak el a hatóság emberei a faluból. A helyiek elégedettek a rendőrség intézkedésével, de attól félnek, hogy Horgoson nem lesz tartós a nyugalom, hiszen az illegális bevándorlók már is elkezdtek visszaszivárogni a faluba. Bács-Feketehegyen vélték látni a titokzatos fekete párducot. Az állatról egy videó is napvilágot látott, amelyet egy helyi lakos készített. A férfi állítása szerint az állat egy helyben állt. Amint azonban elővette a telefonját, a vadmacska elszaladt, de még így is sikerült megörökítenie az állatot. A hónap elején Apatin környékén a Junákovics termálfürdő közvetlen közelében látták a nagymacskát. Januártól érkezhet Azerbajdzsánból az áram Szerbiába, mondta Dubravka Djedovic. Ez további biztonságot jelent Szerbia villamos energiarendszerének a téli hónapokban, amikor a legnagyobb fogyasztás várható, nyilatkozta a szerb energiaügyi miniszter. Djedovic kiemelte, az Azerbajdzsán által szállítható villamos energia mennyiségének átvételi kapacitása 50 megawatt, amelyet a korábbi tárgyalások során határoztak meg. Ismét a hurka és a kolbász került a főszerepbe Adorjánon, hiszen ma tartják a hurka és kolbász fesztivált immár 11. alkalommal. Az idén 117 csapat, köztük 20 külföldi nevezett be a fesztivál legnépszerűbb programjára, a versenyre, ahol hurkát és kolbászt kellett készíteni a csapatoknak, de emellett kirakodó vásár és egésznapos zenei élmény is várja a látogatókat.